Szent Gellért püspök 1046. szeptemberében halt mártír halált, a Kelemhegy azóta a róla elnevezett Gellért hegy tövében. Testét csak 1053-ban szállították kedves városába, Csanádra. Itt nyugodott 1514 júniusáig, amikor a dózsaféle felkeléskor felgyújtották a várost. Szent Gellért elekjei eltűntek. A pusztítás elől külföldre, Velencébe, Bolonyába, Prágába került elekjékből látható többek között ebben a templomban, Szegeden, fogadalmi templomban, a Szatymadi Szent István Király templomban csontelekje. A templom oltára Szent Gellér szarkofágjából készült.